Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egyszer volt, hol nem volt, és én most rólad mesélek. Ahogy a képen látható, te most kicsit szomorú vagy. Elgondolkozol valami felett. Azon kívül látható, hogy itt vannak megújulások is, hiszen változtatsz valamit a külsődön. Más vagy, mint mások. Valahogy olyan egzotikus. És visszatérve a gondolataidra, az érzelmeidre, mi az, amin most elgondolkodsz? Azt mutatja a következő kép. Ha én megtekintem ezt a képet, akkor azt tudnám hozzáfűzni, én nem bíznék ebben a nőben. És pontosan ez látható, érezhető nálad a háttérben. Lehet, hogy nem a jelenről van szó, hanem a múltról, de volt valaki az életedben, volt valaki a háttérben, aki irigy volt rád, vagy megbántott téged, lehet, hogy az ő életében jelenik meg ez a hölgy, és itt az ő ex-partner nőjéről van szó, aki rosszat kíván, vagy rosszat kívánt neked. Mint ahogy a hófehérke történetében is, itt is megjelenik ez a mérgezett alma, tehát valaki irigy rád. A külsőd miatt, a nőiességed miatt, és nem akarja azt, hogy szerencséd legyen, különösen a párkapcsolat területén. De figyelj oda erre a mérgezett almára, szimbolikusan persze, de azért figyelj oda az eseményekre, és ezekre a kapcsolatokra, vagy a külső hatásokra. Most eljött annak az ideje, hogy tanulj az eseményekből. Itt van ez a varázslatos könyv, amiből tanulhatsz. Azon kívül, amit a jövő illet, ez a kristálygömb, ami mutatja azt, hogy mi történik nálad. Itt lesz szerencse, hiszen ott alul, bal oldalon látható ez a virág, és itt kivirágzik valami. Hogyan tovább, mi hoz, vagy ki hoz számodra szerencsét, hol találod meg a helyedet, ezt megtekintjük a következő képeken. Ez a kép azt jelenti számodra, hogy ügyelj a gondolataidra, az érzelmeidre. Tekints befelé, légy azzal tisztában, hogy mennyire szép és nőies vagy, milyen a kisugárzásod, legyenek terveid, álmaid, elképzeléseid, ami megvalósítható. Erre utalnak a virágok. A lepke jelenti azt, hogy felszabadulsz olyan gondolatoktól vagy kapcsolatoktól, ami eddig szomorított téged. És a háttérben a kapuk jelentik számodra a lehetőségeket. Ezen a képen látható egy hölgy, a kezében van ez a kard. Ennek a képnek egy szimbolikus jelentése van, és legyen ez a tartásod. Tekints befele, és ezzel a karddal vágd el a félelmeket, a bizonytalanságokat. Amit ez a kard még jelent, elvágni a rossz kapcsolatokat. Miután ez megtörtént, és áttetted magad a bizonytalanságokon, lezártál bizonyos kapcsolatokat, utána tisztázhatsz valamit. Fontos döntések és beszélgetések várnak rád.
A kezedben ott látható a mérleg. Ez utal egy bírósági ügyre, az igazságtalanságokra, de ez itt most lezáródik, hiszen ez a kard elvágja ezt. Amit ez a mérleg még szimbolizál, ez a párkapcsolat, és most áttérünk a szerelmi élet területére. Mint a mesében, itt látható a szív herceg, és ha egy puszit adsz neki, itt megjelenik előtted, és csókolni fog téged. Ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Hamarosan tekinteni fogsz egy új irányba, és ez utal a változásokra, a lehetőségekre is. Lesz egy munkahelyi változás, vagy egy költözködés, vagy megváltozik valami a párkapcsolatot illetően. Az a fontos, hogy mi az elképzelésed, hogy milyen irányba tekintesz. Itt ezen a képen látható egy sziget, és pontosan itt van a helyed. Természetesen lehet ez egy utazás, egy nyaralás is, de ennek a képnek, ennek a szigetnek van egy szimbolikus jelentése. Kell számodra egy hely, vagy egy lehetőség, ahol úgy érzed, igen, ez az enyém. Ide most elérkeztem, pontosan ezt akartam elérni. Vedd birtokodba a saját szigetedet, hiszen itt a te életedről van szó. Ez lehet a hivatásod, ez lehet a lakhelyed, ez lehet a család, ez lehet egy hobbi, vagy a párkapcsolat. Az a szigeted, ahol te jól érzed magad, ami erőt ad számodra, ahol úgy érzed, igen, itt biztonságban érzem magam. Legyen ez a tekinteted. Az, ahova el akarsz érkezni. Legyenek céljaid, hiszen ezek a célok elérhetők. Ezen a képen látható egy szökőkút. Vedd kezedbe ezt a szökőkútat, mert ez jelenti a te belsődet. Ezt a belső forrást, a belső hangodat, hiszen ez a te bölcsességed, ez a te tehetséged, a te tudásod. Hallgass a belső hangodra, hallgass az érzelmeidre, hiszen ez a forrás értékes számodra. Itt megvan az isteni hatalom, ami belülről is jön, nem csak kívülről. És vedd figyelembe az intuíciódat, az inspirációdat is, hiszen ez lehet számodra egy kreatív tevékenység, egy spirituális terület, és akkor már egy szigetet a birtokodba vettél. Megint itt vagyunk a tengeren a halaknál. A halak szimbolizálják az anyagiakat, és itt kisüt a nap, az lesz egy nyeremény, valami javul az anyagiakat illetően. De a halak nem csak pénzügyi dolgokra utalnak, hanem belső értékekre is. Te értékes vagy, hogy megkapjad mindazt, amit szeretnél. Nem csak az anyagiakat illetően, hanem a hivatásodat illetően is, és ami a párkapcsolatot jelenti. Itt kivirágzik valami látható a képen. A nap jelenti a sikert, az energiát, a vonzalmat, ezt a vonzerőt, és láthatóak a szívek, ami utal a szerelemre,
itt tükröződik valami, hiszen itt a lelki társadról van szó, és a víz eleme jelenti a mély érzelmeket, hiszen itt érezhető van köztetek egy lelki kapcsolat, és tükröződik valami számodra a közeljövőben. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!